Októberben lezárult az őszi bérletek vásárlása a Csengei Dénes Kulturális Központban. A Móricz, Latinovics, Honti Hanna és Domján Edit bérletek előadásaira még vannak szabad helyek, így van még lehetőség jegyek vásárlására. Az év végével nem ért véget a szezon, januárra 3 előadást hirdetnek. Január 12-én Márai Sándor egyik legnépszerűbb darabja, az Eszter hagyaték a Gubik Ági főszereplésével kerül műsorra. Január 20-án az Azt meséld el Pista Mácsai Pál főszereplésével, illetve ő és Bereményi Géza Örkény István saját szavaiból állította össze ezt a kis monodrámát. Illetve január 23-án a Sör, Shakespeare összes művei röviden, Gáspár András, Kálid Artúr és Kállai Molnár Péter főszereplésével. Három nagyon különböző darab, úgyhogy bízunk benne, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Az ünnepek közelettével korábbra került a jegyárusítás. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, hogy karácsonyra, ünnepnapokra élményeket adnak az emberek egymásnak, úgyhogy mi is elgondolkodtunk, hogy mi az, amit mi tudunk így kínálni, hogy minél színesebbé tegyék az emberek az ajándékokat egymás számára, és úgy gondoltuk, hogy most hamarabb megnyitjuk a januári színházjegyek árusítását, így már most lehet vásárolni januári színházjegyeket, hogy szerezzenek az emberek egymásnak egy szép élményt, egy kellemes estét. A felnőtteknek szóló előadásokkal párhuzamosan gyermekszínház is megtekinthető az intézményben. A Janikowski Éva iskolás bérletek és jegyek már elfogytak, de a Lázár Ervin óvodás bérlet előadásaira még lehet helyet váltani. Következő előadás január 10-e az óvodásoknak a Tündér Míra produkció. Ők a Zentai Kamaraszínház, szóval ők a testvérvárosból fognak érkezni hozzánk. Szerencsére nagyon sok gyermekmosoly bérletet vásároltak nálunk, amit külön köszönünk azoknak, akik segítették ezzel a rászorulókat. Az előadásokra a jegyeket személyesen az intézmény pénztárában lehet megvásárolni, hétfőtől csütörtökig 13 óra és 18 óra között.